Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, kedves barátaim, testvéreim a Pásztorszava műsor keretében. immár sokat szor folytatjuk ezt az adást, és az a hitünk, hogy ez a te tiépülésetekre, épülésetekre, van ez a műsor. Szeretném hirdetni továbbá, hogy a vasárnap úrvacsorai Istentiszteletünk lesz, az úrvacsorának óriási jelentősége van egy keresztény ember életében, az Istennel való kapcsolatban, védelemmel és a következő időszak áldásaival kapcsolatosan is építő, kő, ami kihagyhatatlan egy keresztény ember életében, úgyhogy várok mindenkit az úracsorán, illetve anyák napi alkalom is lesz, amikor a gyerekek majd ezen a területen fognak majd szolgálni. Izgatottan várjuk ezt is. Gyertek velem az imádkozásban, és várok mindenkit vasárnap, de rendhagyó, rendkívüli alkalman, amiben Isten szelleme megint meglátogat bennünket, és erőteljesen mozdulunk a Szentlélekkel együtt, és építünk egy csodálatos, isteni alkalmat, amelyben Jézus Krisztus jelenléte megjelenik, és hatalmas erő jön le a mennyből. Várlak benneteket, legyetek része ennek. Uram, köszönöm neked ezt a mai estét. Nagyon hálásak vagyunk azért, hogy együtt lehetünk. Köszönöm neked a különböző programokat, lehetőségeket, amelyekben együtt lehettünk és lehetünk a különböző alkalmakkor. Köszönöm neked, Istenem, a gyülekezeti kapcsolódásokat, köszönöm a gyülekezet szolgálatát, és köszönöm neked ezt a mai estét, amikor pedig táplálod a te népedet. Kérlek, áld meg a te ígéret beszédedet, Uram, mert te tudod megeleveníteni, megáldani a te beszédedet, Uram, hogy ebből te szólni is tudjál az emberekhez, és az emberek nem csak információt vegyenek ebből, hanem életet és áldást. Ezt kérem, Atyám, az Úr Jézus nevében, hogy add meg, tedd meg, és engem is használj eszközként. Köszönöm neked, Uram, az elmúlt alkalmakat. Kérlek, hogy a mai alkalommal is élesen, világosan hagy, jöjjön ki a te beszéded. Élettel, dinamisszal, erővel az Úr Jézus nevében imádkoztam ezért. Ámen. Jelentek, menjünk együtt Isten jelenlétében, induljon a nép! Mándorival a frissít szellemben kezd őt dicsérni, nyisd meg az alkanyér, nyisd meg a szárad, és Isten befogja törvényt.

Kedves testvéreim, ma egy olyan szolgálattal jövök elétek, amely egy, igazából egy szeretetteljes figyelmeztetés, vagy figyelemfelhívás. Ha tetszik, akkor egy kürtölést fogtok hallani, amikor kürtölni fogok. Nem e, számot veszünk most elő, hanem hagyd legyek én az úr kezébe egy ilyen eszköz, és a kürtölés az pedig az ő igényéből fog jönni, amely felhívja a figyelmünket több veszélyre ezekben az időszakokban is, amikor emberek járnak Istennel, és embereket Isten szeretne vezetni és irányítani, és szeretnék egy veszélyre felhívni figyelmet, amivel ne essen bele senki, sem, mert messze kerülje ezt el, és ne játszon ezekkel a nagyon fontos hitbeli igazságokkal. Ezért a mai szolgálatomnak a címe, ami egy kicsit különleges, veszélyes, a veszélyes játék. Ez a címe a szolgálatnak. Izrael népe életéből vesszük a példát, és kérlek, gyertek velem a e, negyedik Mózes, Mózes negyedik könyve, 9. E, résztől fogunk majd olvasni, vagy a tizedikből is, és a 11 tizenegyedikből is fogunk egy kisebb részletet e, e, olvasni. Mindegyikből egy-egy olyan részt fogok kiemelni, amely arról beszél, hogy hogyan játszott Izrael népe az Isten vezetésével? Ugye Isten elhatározta, hogy vezetni fogja az ő népét, és ezt sokféleképpen elvégezte a népnek az életében. sokféle módot, eszközt használta arra, hogy ez a nép legyen vezetve, irányítva, hiszen kijöttek Egyiptomból, és Isten könyörülni akart, és szeretni akart őket, és vezetni akart őket, és elkezdte az ő népét átformálni, irányítani, tanítani, és vezetni, hogy ez a nép ne egy csőcselék legyen, ne egy olyan ember tömeg legyen, amely céltanul, bolyong a sivatagba, és egy, ne egy olyan tömeg legyen, hogy rosszabb állapotba kerüljenek a sivatagban, és, a, és a, az ő az Egyiptomba való kijövetel után, mint ahogy Egyiptomba voltak. Istennek a szándéka az volt, hogy sokkal jobb állapotba, szervezettségben, életben, minőségbe kerüljön ez a nép, és ehhez ennek érdekében Isten nemcsak az ő szeretetét, jóságát, szabadítását közölte Izrael népével, hanem elkezdte vezetni Izrael népét is. Amikor a címet adtam, hogy ez veszélyes játék, akkor igazából erről szeretnék beszélni, hogy az Isten vezetése az nem játék. az nem lehet játszani. ez nem lehet. Ez a nem lehet szórakozni, az, az az Isten vezetése az emberek életébe és egy gyülekezet életébe, az egy szent dolog, mindenki mondja ámen. Az egy nagyon értékes dolog és megbecsülendő dolog, és ráadásul élethalál halál kérdése. Mert nagyon sokszor a vezetés pontosan attól a, 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 attól a veszélytől és nagyon-nagyon veszélyes helyzettől fordít el bennünket, ahol akár emberek élete is forog kockán. Ezért élethalál kérdése. Ez talán a jövő kérdése is, hiszen nem mindegy, hogy hova kerül az életünk, merre halad az életünk, ezért ez nem játék. De Izrael népe ezzel játszott. Nem is kicsit, hanem megpróbáltak szórakozni az Isten vezetésével, és amikor ezt a részt olvassuk a Bibliából, a a 4 Mózes 9, 10, 11 et és más helyeken is látjátok, hogy minden bűntudat nélkül elkezdtek szórakozni és játszani az Isten vezetésével. Aztán nagyon-nagyon komoly példákon és helyzeteken keresztül megtanulták, hogy ez veszélyes játék. Veszélyes játék játszani Isten vezetésével. És szórakozni a vezetéssel, Istennek a vezetésével. Ez nagyon komoly, megbecsülendő dolog. Szeretnék olvasni először a 4 Mózes 9-ből a 15-től olvasom az igét. Amikor a hajlékot felállították, felhő borította be a hajlékot, a bizonság sátrát, és estétől reggelig pedig tűz alakjában volt a hajlék fölött. És így volt ez mindig, a felhő borította be éjjel pedig, az pedig tűz tűznek látszott, tehát éjjel tűznek látszott, nappal pedig felhőnek látszott ez a isteni vezetés, mert utána látjuk azt, hogy az egyik eszköze volt ez Istennek arra, hogy vezesse az ő népét. Nézzük, hogy hogyan volt ez az eszköz az Isten vezetése Izraelnek az életébe. Valahányszor fölemelkedett a felhő a sátorról, elindultak Izrael fiai, ott ütöttek tábort Izrael fiai, ahol a felhő megállt. Az Úr parancsa szerint indultak el Izrael fiai, és az Úr parancsa szerint ütöttek tábort, mindaddig a táborban maradtak, amíg a felhő a hajlékon nyugodott. Ha a felhő hosszabb ideig maradt a hajlék fölött, megtartották Izrael fia az Úr rendelkezését, és nem indultak el. Megtörtént, hogy a felhő csak néhány napig maradt a hajlék fölött, akkor is az Úr parancsa szerint maradtak a táborba. És az Úr parancsa szerint indultak, reggelig voltak, az úrparancsa szerint indultak. Megtörtént, hogy a felhő csak estétől reggelig volt ott, reggel pedig már föl is emelkedett a felhő. Ilyenkor ők is elindultak. Akár nappal, akár éjjel emelkedett föl a felhő, ők elindultak. Akár két napig nyugodott is a felhő a fölött, a távolban maradtak, izrefélyi, és nem indultak el, de ha föl emelkedett, elindultak az Úr parancsa szerint maradtak a táborban, és az Úr parancsa szerint indultak el, és megtartották az Úr rendelkezését az Úr Mózesnek adott parancsa szerint. Tehát Isten elkezdte vezetni Izrael népét, ugye addig a klasszikus vezetése Isten népének a Mózesen keresztül adott vezetés, igék, irányítások, rendtartások, amelyben Mózes meghatározta, hogy Isten mit akar tulajdonképpen, és mit akar mondani az ő népének, eddig az irányítás vezetés jobbára ezen keresztül valósult meg. Utána következett a felhő és a tűzoszlop, ezt szerettem volna bemutatni nektek, amely szintén egy eszköze volt Istennek arra, hogy ez a nép ne egy csordaként, ne egy gyülevész népként menjen, és ott bolyongjon össze-vissza, hanem, hanem Isten népeként rendeződjön, épüljön fel, és tudjon bemenni majd az ígéretnek a földjére. És látjuk, hogy itt Izrael népe ezt az eszközt nagyon komolyan vette. Tehát nagyon változatosan működött ez. Nyilván, amikor a nappalról beszélünk, akkor mindig a felhőszlop volt a vezetésnek neki irányítás, amiben Isten vezette őket, és itt úgy látszik, hogy ezt a részt nagyon komolyan vették. Tehát Mózesnél is látjuk, amikor az Úr szavát rajta keresztül komolyan vették, de aztán látjuk, amikor már nem vették komolyan az Úr vezetését, és nézzük meg ezt a természet fölötti elemet, amit úgy néz ki, hogy komolyan vettek. Éjjel tűzoszlopként Jelent meg ugyanez, tehát nappal a felhőben látszódott, éjjel pedig tűz oszlopként látszódott, és teljesen változatos volt az irányítás, tehát semmilyen rendszerhez nem kötődött ez a vezetés Istennek, tehát nem lehetett kiszámítani. Nézzétek meg, először is egy természetfeletti eszközről beszélünk, a másik pedig kiszámíthatatlan volt, mert nem lehetett kiszámítani, tehát volt, amikor egy nap alatt elmozdult, egy napot táboroztak valahol, volt, amikor hónapokat táboroztak valahol, voltak amikor éjjel indultak, tehát képes volt a felhő oszlop is elmozdulni a Szent Sártól fölül, és képes volt a tűzoszlop is elmozdulni éjszaka, tehát éjszaka is vezette őket. Ezért kimondhatjuk, hogy őket vezette a felhő is, és vezetőket a tűz oszlop is. Mind a kettő vezette, és teljesen változatos volt, és képesek voltak akár, egy, akár hónapokig is egy helyben maradni, hogyha ez nem ment velük, és nem indult el előttük, akkor maradtak egy helyben. Ekkor még ezt a féle vezetési módot Izrael népe megbecsülte, és feltételezzük, hogyha ha Izrael népe közül valaki esetleg nem vette ezt komolyan, hiszen később írja az Isten igéje, hogy egyre több olyan ember volt közöttük, akik csatlakoztak hozzájuk, ugye ezt egy gyülevész népnek hívja a Biblia, hogy esetleg valaki menet közben meggondolta magát, és ő ugyan éjszaka, amikor a tűzoszlop elmozdult, nem ment Izrael népével, akkor számolt minden következménnyel, hiszen utána, amikor Izrael népe elvonult arra a helyről, jöttek a vadállatok, jöttek a különböző eh, 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 ellenségek, akik összegyűjtötték az utánuk maradt hulladékot, az utánuk maradt eh, szemetet, Ugye nagyon sok állat, nagyon sok veszélyes állat élt ebből, dögevő élt ezen a területen, hiszen egy ekkora nép, gondoljátok el, hogy két millió ember mekkora szemetet, mekkora eh, 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 anyagot, eh, mekkora élelmet használt fel, és mennyi mindent hagytak maguk mögött. És volt olyan, aki ezt nem vette komolyan, akkor az életével játszott, hiszen ott maradt egyedül. Ott maradt egyedül a rengeteg vadállattal, a rengeteg veszélyes körülménnyel, körben előtte biztonságban volt, hiszen Isten jelenléte őrizte őket. Tehát itt még szót fogadtak. Utána megyünk tovább. A következő vezetési mód az ezüst trombiták eszköze volt, amit Isten az ő szava, embere, ugye az Isten embere Mózes, az ő szava, irányítása, a lelke, szelleme, az ott volt közöttük, aztán jött a tűzoszlop és a felhőoszlop, és utána jöttek a trombiták. Meg kellett tanulnia az Izrael népének ezt a fajta vezetést is, tehát Isten sokféle eszközt és sokféle módot használt a vezetésre, és akarta, hogy, hogy ezt megszenteljék az életükbe, komolyan vegyék az életükbe, és értékeljék, és megtanulják használni is azt. Mindegyik másképpen vezette Izrael népét. Nézzük a, a tizedik rész, első verstől. Azután így szólt Mózeshez az úr. Készíts két trombitát vagy harsonát ötvös munkával, ezüstből, és készítsd azokat, el, el, el azokat. Ezeket használd a közösség összehívására és a táborok elindítására. Amikor megfújják azokat, gyűjjön hozzád az egész közösség és kijelentés sátának a bejáratához. Ha csak az egyiket fújják meg, gyűjjenek hozzád a fejedelmek, izel nemzetségfői. Ha pedig a riadult fújtok, induljanak el azok a táborok, amelyek keletre táboroznak ha másodszor is megfújjátok a harsogva, induljanak el a táborok, amelyeket délre távoznak. Harsogva kell megfújniuk az induláshoz. De ha a gyülekezet te gyűjtitek össze, ne harsogva fújjátok. A ha áron áramféjé papok fújják, örök rendelkezés legyen ez nektek. Nemzedékre, nemzedékre, és azért is nagyon fontos, mert az Új Szövetség majd szeretném megmutatni nektek, hogy jelenleg is működik a Új Szövetségben Izrael népe, eh, eh, Izrael népe életében ugye az ezüst trombiták működtek, de az Isten népe életében, a gyülekezett népe, népe eh, esetében is működik harsona. Isten használja ezt a fajta vezetést is, használja a felhogoszlopot, a düzdoszlopot is, csak másféle módon jelenik meg ez az Újszövetségi nép életébe, és van, amikor nem veszik komolyan a hívők az Isten vezetéseit, amik különféle módon jelennek meg az ember életébe, és majd meg fogom nektek mutatni röviden a trombitának a jeleit is, hogy hogyan jelenik meg az Újszövetségi hívő ember életébe, gyülekezet életébe a trombitának a vezetése, a trombita módjának a vezetése. Itt azt mondja, tehát a, a örökké nemzedékre, nemzedék, ha hadba indultok majd országotokban és bennetek szorongó ellenség ellen, akkor is ezekkel a harsonákkal fújjatok riadót. Akkor majd megemlékezik rólatok, Istenetek, az Úr, és megszabadultok az ellenségeitektől. Tehát látjátok, hogy itt a következő, amit megtanulunk, hogy itt természetes eszköz használ Isten. Még a felhőoszlop és a tűzoszlop egy természet eszköz volt, kiszámíthatatlan volt ez az eszköz, hanem egyszerűen csak figyelni kellett a jeleket, amit ezek produkáltak. Amikor felszálltak a, a, a sátorról, akkor indulni kellett, amikor megnyugodtak a sátorról, akkor meg kellett állni. Itt viszont egy természetes eszköz elkészítéséről van szó, szóval, amit ezüstből készítenek. Emberek használják és fújják meg ezt, és látjátok, hogy ez is irányította Izrael népének az életét. Ezt a papok használták, a papok tudták működtetni ezt az eszközt. Különböző hangokat adott ez a trombita, és meg kellett tanulniuk azt, hogy a hangokra hogyan reagálnak. Tehát a trombita, trombita hangjai, ahogy különbözően szóltak Izrael népének életébe, különböző reakciót kellett kiváltani a Izrael nép életéből. Tehát ha bizonyos módon fújták meg, akkor a vezetőket hívták össze, ha mind a kötőt fújták egy bizonyos módon, akkor indulnia kellett a keleti tábor, hogy a keleten elhelyezkedő Izrael népének, ugye, akkor azonnal indulniuk kellett, meg volt a rendtartás, hogy hogyan indultak egymás után és is figyelték a trombita hangját, hogy hogyan hívják össze a népet, és hogyan induljanak egymás után a népek. És nem csak az első nép elindítása, Júdának az elindítása volt a trombitának a hangjára, hanem tudták, hogy mikor induljon például el Dán törzse, aki a befejező menetet vezette, a hátvéd csapatot vezette az Izrael népének az életébe. Ez is a trombita hangjából derült ki, hogy mikor van a vezetőségi összehívás, mikor van táborbontás és indulás, a hang is segítette őket, ezzel kapcsolatosan is el kellett döntenie mindenkinek, hogy figyel a trombita hangjára, vagy nem figyel a trombita hangjára. El kellett döntenie, hogy ez neki szól, vagy másnak szól, és el kellett döntenie azt, hogy azonnal lengenelmeskedik, indul-e, vagy nem. Ez mindenkinek az életében ott volt, de a trombita hangjának a vezetése se volt játék mert nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy jelentősége volt Izrael népe életében, hogy a trombita hangját felismerik-e, és engedelmeskednek-e ennek. És azt mondja még itt a tizedik vers, és fújjátok meg ezeket a harsonákat az örömnapjain, az ünnepeke és a hónap kezdeté, a hónapok kezdetén, és amikor égő áldozataitokat és béke áldozataikat bemutatjátok, és emlékeztetni fogják, Isten, fogják Istent rátok, én az Úr vagyok, a ti Istenetek. Tehát az ünnepek kezdése, befejezése, lezajlásába is szerepe volt, amikor ünnepekre hívta Isten a népét. tud tudjátok, hogy Izrael népe más időszámításban élt, mint mi, tehát a náluk az évkezdés nem de január 1-én volt, ahogy nekünk, mert ők február és március tájékan kezdték az évet, tehát tulajdonképpen a február volt nekik a, 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 záró hónap, január vége, február eleje volt a záró hónap, és február és márciusban kezdték az évet más, kicsit eltolódva működött az ő életük. Úgyhogy amikor az első hónapról beszélünk, akkor február-márciusról beszélünk tulajdonképpen a mi időszámításunk szerint és ezeket is megjelölték, hogy az első hónapban milyen ünnepek voltak, és aztán folyamatosan milyen ünnepek következtek, küldzengéssel is jelezték. Aztán jött a, jön a, a, a következő nagyon fontos jel, azt mondja itt a 11. részben, hogy a nép zúgolódni kezd. A, a negyedik vers is így mondja. A közöttük lévő gyülevész népség azonban telhetetlen volt. Sőt, ha olvassam el az első verstől, talán sokkal jobb lesz. A nép pedig folyton csak panaszkodott az úrnak, hogy rosszul megy a sora. Az úr pedig meghallotta, és haragra gerjedt. Fölgyulladt ellenük az úr tüze, és bekapott a tábor szélébe. Ugye a tűz ott volt közöttük, tűzoszlopként, gondoljátok el, ott éget a tábor közepén. És ez a tűz most már ellenük gyulladt, ellenük ment. Elképesztő. Akkor a nép segítségét kiáltott Mózeshez, Mózes pedig imádkozott az úrhoz, és elaludt a tűz. Ezt a helyet pedig tabérának nevezték el, mert felgyulladt ellenük az úr tüze. És közöttük lévő gyülevész népség azonban telhetetlen volt. Tehát akik menet közben csatlakoztak hozzájuk, ezek az emberek, telhetetlenek voltak. Ezért Izrael fiai újra siránkozni kezdtek. Tehát befolyásolt ez a nép Izraelnek a fiait is, a közöttük lévő gyűlövész nép. Az ő elégedetlenségük, telhetetlenségük, panaszkodásuk kihatott Izraelnek népére is. És azt mondja, hogy emlékezzünk, hogy Egyvittomban ingyen ettünk halat, uborkát, dinnyét, póréhagymát, vöröshagymát és fokhagymát, most pedig elepedünk, mert semmit sem látunk a mannán kívül. A manna olyan volt, mint a koriandermag, hasonló az illatos gyanta csepphez. A nép elszélett, és úgy szedegette, és kézi malommal megörölték, vagy mozsárban megtörték, és azután fazékban megfőzték, és lepényt készítettek belőle, olyan íze volt, mint az olajos sütemények. És amikor a harmat leszállt, éjjel a tábor, akkor hullott rá a manna is. Ez is egyfajta vezetés volt, hogy amikor a manna hullott, akkor Izrael népe indult és szedegetett. Tehát nem akkor mentek étel, ételért is enni és inni, amikor ők akartak, hanem az Isten ezt is szabályozta, hogy az Isten lehullatta a mannát, és megvolt az ideje a manna hullásnak, amikor ez megtörtént, utána mentek és utána szedegették a mannát. Aki nem a megfelelő időbe indul táplálkozni és élelmet gyűjteni, az póróját, Az pórulját. Aztán a következő vezetésben azt mondja, a Mózes meghalott, hogy a nép siránkozik, egyik nemzetség épp úgy, mint a másik, mindenki sátra bejáratánál. Akkor igen, fölgejött az úr halagja, tehát elképesztő, hogy Isten elkezdte az ő népét rendbeszedni, elkezdte az ő népét irányítani, elkezdte az ő népéről gondot viselni, gondoljátok el, hogy két millió emberről kellett naponta gondoskodni. És Isten egyszerűen sokkal többet tett, mint amit ők kértek. Ők nem csak fenntartotta a biológiai szükségeiket, hanem kezdte őket népi nemzeti formálni, és megtisztelte őket, hogy az ő csodálatos vezetését adta nekik. Sokféle módon. És Mózes hallgatja, hogy ez a nép már megint zúgulódik és iránkozik Isten ellen. Elkezdenek panaszkodni, elkezdik Isten hibáztatni, elkezdenek folyamatosan káromkodni, elkezdenek folyamatosan Isten ellen beszélni. Folyamatosan. És azt mondja Mózes, hogy ezt meghalotta, a 11. vers azt mondja, 11-11, ezért Mózes ezt mondta az Úrnak, miért tettél szolgáddal ilyen rosszat? Miért nem vagy jó indulattal hozzám? Mózes is átveszi ezt a szellemet, nézzétek meg. Ahogy a nép panaszkodik, Mózes betelik ezzel a szellemmel, magába szívja ezt a szellemet, ezt a Isten ellenes, Isten ellen panaszkodó, zúgolódó szellemet, nem jó az Isten vezetése mint hogyha Isten nem gondoskodott volna mindenről, és tulajdonképpen az Isten elleni lázadásuknak és zúgolódásuknak az egyik problémája nem, nem felelt meg nekik az úr vezetése. Nem tetszett nekik, ahova vezette őket Isten, nem tetszett, nem tetszett, neki, ahogy vezette őket, nem tetszett, hogy Isten kézbe vette az irányítást. Tehát az elején nagyon örültek, hogy Isten vezeti őket és szabadítja Egyiptomból, addig azt mondták, hogy hurá, Fantasztikus, hogy Isten előttünk jár és vezet bennünket, de amiután Isten elkezdte őket formálni, meggondolták magukat, és ez a sokféle mód, ahogy Isten beavatkozott az életükben, már kellemetlen és, és elviselhetetlen volt a számukra, és inkább azt látták, hogy a terhükre van, és nem a hasznukra van, és zúgolódtak az Isten vezetése és áldása ellen. Nézzük! Ezért Mózes ezt mondta, ő is így folytatta, miért tettél szolgálat ilyen rosszat? Rosszat tett Isten? Vele? Miért nem vagy jó indulattal hozzám? Miért raktak rám ezt ennek az egész népnek a gondját? Vajon bennem fogant-e ez a nép? Vagy én szültem-e? Vagy ezt mondod nekem, ahogy, ahogy a dajka viszi a csecsemőt, úgy vid az öletben arra a földre, amelyet te ígértél oda esküvel az atyáinknak. Honnan vegyek húst, hogy adjak ennek az egész népnek? Hiszen így csinálkoznak előttem. Adj nekünk húst! Hogy együnk? Nem tudom egyedül vinni az egész népet, mert túl nehéz ez nekem. Ha így bánsz velem, inkább nyomban öljél meg, légy annyi jó hozzám. Ne kelljen látnom a nyomorúságomat. Ezután azt mondta az Úr Mózesnek, Gyűjtsd össze nekem a 70 férfit Izrael vénei közül, akik a tudod, hogy a nép vénei előjárói, és vidd oda őket a kijelentés sátrához. És ott álljanak mellé. Akkor leszállok, beszélek ott veled, elveszek abból a lélekből, a szellemből, amely rajta nyugszik, és rájuk is kiárasztom, hogy veled együtt hordozzák a nép terhét, és ne hordozd azt egyedül. Tehát Mózes, ahogy siránkozik az Isten előtt, tehát Isten elmondja azt, hogy ő úgy gondolta, hogy Isten olyan lesz Izrael népével, mint az anya a gyerekével, hogy veszi és viszi őket. Tehát magyarán ezzel azt mondta Mózes, hogy ő úgy képzelte, hogy az Isten vezetése ez annyira könnyű dolog lesz az életükbe, meg fogja könnyíteni az életüket, és az Isten vezetése úgy fog felszabadulni az népe életébe, hogy leveszi róla a gondot, a problémát, és egy gondtalan élet, és sokkal gondtalanabb, és sokkal könnyebb életet fognak élni az Isten vezetése alatt, mint ahogy addig éltek és nem így történt, és úgy mondja, hogy hát én úgy gondoltam, hogy Isten, te fogod, Istenem, te fogod Izrael népét majd a kezedbe venni, mint az édesanyja a gyermekét, felveszi és viszi és hordozza, és ehelyett nem ezt kaptuk, hanem minden probléma, minden nehézség rám csapódott, egyik gond a másik után, egyik probléma a másik után, és a nép, Igazából folyamatosan panaszkodik, most éppen húst akarnak, nem elég nekik az, ahova irányítottál minket, nem elég nekik az, amit te elrendeztél és adtál, nem elég nekik a vezetés és itt tovább, és minden gond rám ereszkedik. Uram, ez a nép nem az enyém, hanem a tied. És belefárad Mózes ebbe a helyzetbe, és azt mondja Istennek, hogy inkább ölje meg őt ebben a helyzetben. Ekkor Isten megint egy vezetést ad, Nézzétek meg, azt mondja Isten, hogy 70 emberre fogom kiterjeszteni azt a kenetet, azt az áldást, a Szentléleknek egy csodálatos erejét, munkáját, elveszek abból a szellemből, ami benned van, és 70 emberre fogom kiárasztani a Szentléleknek ezt a munkáját, kenetét, és ez a 70 ember leveszi rólad a terheket, és ezt a 70 embert fogom használni arra, hogy ezen a népét irányítsam és vezessem. És Mózes megkap egy újabb lehetőséget. Vegyük végig. Elindul Izrael népe Mózesen keresztül, igéket kapnak, vezetéseket kapnak. Utána jön a felhőszöz tűzoszlop vezetése, amely természet eszközként irányítja Izrael népének a vonulását, hogy merre menjenek és hova menjenek. Utána következik az trombiták, a két trombitának a vezetése, amelynek a hangját Isten megtanította a néppel, és szabályozta, hogy mikor és hogyan induljanak, ki induljon el, mikor és hogyan jöjenek össze. Az összejövetelüket, indulásokat szabályozta. És az ünnepeik megélését is szabályozta ez az eszköt. És aztán elkövetkezik a manna, amely vezetés is volt. Tehát Isten még azt is vezette, azzal is vezette őket, hogy hogyan táplálkozzanak, és hogyan éljék meg a minden életüket. És aztán ez sem volt elég, Elkezdenek zúgolódni, és ezért adtam ezt a címet. Isten vezetése nem játék, testvérek. Egyáltalán nem játék, amikor az Isten kézbe veszi a kezdeményezést emberek életébe, egy gyülekezet életébe. Testvérek, hagy mondjam el, barátaim, hogy az egy nagy megtiszteltetés, hogy az Isten megtisztel bennünket és irányítja az életünket. És ezzel nem lehet beszélni, ezzel nem lehet játszani. Ez, ez nem, egy, nem egy játék. Sorsok múlnak rajta, és emberek élete múlik rajta, hogy mi történik, hogy hogyan reagálunk erre a vezetésre. És akkor Izrael népe megveti ezt a vezetést, meglezi ezt az áldást. Jön a 70 vén, és, és akkor így történik. A nép meg pedig mond meg 19. vers, szenteljétek meg magatokat holnapra, mert húst esztek. Hiszen így siránkoztatok az Úrnak, kiad nekünk végre húst enni. Milyen jó dolgunk volt Egyiptomban? Ezért, hát Egyiptomban ugye kivezette őket. Egyiptomban vezette őket az ördög. Egyiptomban vezette a fáraó, aki a világistenét jelképezi. Tehát Egyiptom a világisten vezette őket, a világ vezette őket és irányította őket, amíg Mózes meg nem érkezett. És az jobb volt. Sokkal jobb volt. Azt állították. Megvetették az Úr irányítását és vezetését. És ezért majd ö, ö, ad nektek az Úr húst, és ehettek. Nem csak egy napig ehettek, nem is két napig, hanem öt napig, azt mondja, nem, és nem is öt napig, nem is tíz napig, nem húsz napig, hanem egy álló hónapig, amíg ki nem hányjátok, amíg meg nem undorodtok majd tőle. Mivel, hogy megvetettétek az úrnak, az urat, aki köztetek van, és így síránkoztatok előtte, miért is jöttünk ki Egyiptomból. Tehát jövés, menés. Tehát itt a vezetésről is van szó. És inkább a vezetésről van szó. Hogyan jöttünk ki, és hova megyünk? Isten hogyan hozott ki, és hogyan visz tovább bennünket? És tudjátok, hogy amikor Isten kihozott minket a bűn Egyiptomából, a célja nem csak a ki jövetel volt, hanem a bemenettel is, az ígéret földjére való bevitel is. Azért jöttünk ki, hogy valahova bemehessünk. Dicsőség Istennek. Tehát nem tetszett nekik az, az tetszett nekik, hogy kijöttek a bűn de ahova mentek, az már nem tetszett nekik. És ahogy Isten vezette őket. Természetesen ennek mind értelme volt, és Isten formálni akarta, és változtatni akarta őket, mert az Isten vezetése élet-halál kérdése. Az életük minden területébe belejátszik, beleszól, és éppen ezért ez egy kihagyhatatlan eszköz, összetevő az Isten gyermekének az életében, akiket Isten vezetése, akinél abban marad az Isten vezetése, az az életében játszik. Az nem játék. Azt mondja tehát, hogy így siránkoztak előtte, miért jöttünk egyéb egyértelműen. Akkor ezt mondta az Úr Mózesnek, 600 ezer gyalogosban áll ez a nép körülöttem, és te azt mondod, mondja az Úr Mózesnek, húst adok, húst adok ennyi egy álló hónapig, lehet-e annyi juhot és marhát vágni nekik, hogy elég legyen nekik? Mózes ezt a kérdést teszi fel. Isten számára. Vagy össze lehet-e gyűjteni tenger minden halát, hogy elég legyen nekik? De az Úr ezt mondta Mózesnek, talán kevés ehhez az Úr ereje? Most majd meglátod, és beteljesedik az én szavam, vagy sem. És Mózes kiment, és elbeszélte a népnek az úr szavát, majd összegyűjtött 70 férfiút a nép vénei közül, és sátor köré állította őket, az úr pedig leszállt a felhőben, itt már a felhő van, a szerepben, tehát ez nappal történt, ez a vezetés, és beszélt hozzá, majd elvett abból a lélekből, amely Mózesen nyugodott, és kiárasztotta a 70 vére. És amikor a lélek leszállt rájuk, akkor profétáltak, de máskor nem. Két férfi azonban a táborban maradt, az egyiknek Eldád, a másiknak Médád volt a neve. Rájuk is kiárat a lélek, mert ők is az összeírtak között voltak. Bár nem mentek ki a sátorhoz, ők a táborban kezdtek el profétálni. Egy szolga elfutott, és jelentette Mózesnek, hogy Eldád, Médád profétálnak a táborban. Akkor megszólalt Józsué a nun fia, az ifjúkorától fogva Mózes szolgája volt, és ezt mondta, Uram, Mózes, tízs meg neki! De Mózes így felelt neki, engem akarsz tenni, féltékenyen védeni, bárcsak az úr egész népe proféta volna, és rájuk is kiárasztaná a lelkét az úr, azután Mózes visszavonult a táborba, Izrael véneivel együtt. Tehát az Úrnak a lelke rászáll ezekre az emberekre, és elkezdi őket irányítani. Ugye az egyik nagy probléma az volt, hogy a vezetőkre eddig még nem szállt rá az Úrnak a kenete a szelleme, de nézzétek meg, ahogy rájuk száll az Úr szelleme, azonnal vezeti őket. Azonnal irányítja őket, és az első dolog, amit mindig a Szentlélek irányítás is és vezetés alá vesz, már pünköskör is tudjuk ezt az új szövetségben, ez a nyelv. Dicsőség istenek ez a kicsin tag, azt mondja a Biblia, amely kormány az ember életébe. A kormányt veszi át, és Izrael népe életébe és a 70 vezető életébe is átveszi a kormányzást, és a kormánya a kormányozók. Tehát Isten hogyan kormányozza az a népét? Az ő szavával, beszédével. Istennek is a kormánya hol van? Tehát Istennek is a szájában van a kormánya, tehát Isten az ő szájával teremt és irányít, és ugyanígy, nézzétek meg Izrael népe életébe is, a vezetőket betölti ez a kenet, ez az Isteni vezetés, és profétálnak azonnal. Profétálnak a környezetükben, is ez, ez a szó, a profétai szó, ez irányítja az Izrael népét. irányítja az Istennek a népét, Isten szolgálatát a megfelelő helyen, ö, 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 lévő profétől szó, és akkor, amikor profétáltak, akkor az Úr szelet támasztott, a 31. vers, amely a tenger felől a fűrjeket sodott magával, és lesorolta őket a táborba, innen is, és onnan is egy napi távolságba a tábor körül. És két könyökni re a föld színén. Akkor nekiállt a nép, és egész nap, egész éjjel, sőt, egész következő napon is gyűjtötték a fűrjeket. Még aki a keveset gyűjtött, az is gyűjtött tíz homert és szétterítették azokat a tábor körül, de a hús még a foguk között volt, még meg nem rágták, mikor az úr haragja, haragra gerjedt a népelen, és súlyos e, csapás mért a népre az úr. Azt a helyi Kidron tavának nevezték el, és mert ott temették el a telhetetlen vagy mohó népet. Kidron tavából indult a nép Hacerót felé, majd Hacerótban tartózkodott eddig az ige. Tehát amikor az Isten vezetését ennyi féleképpen megvetették, és aztán fellázadt az Isten népe az Úr vezetése, irányítása ellen, akkor pedig ez lett a következmény, hogy Isten megverte ezt a népet, akik mohók voltak, és csak a saját szükségeikkel törődtek. Ugye számukra mi volt az üzenet, rakjuk össze, és ezzel fejezem be a mai üzenetemet. Számukra az Isten vezetése mi volt? az, hogy Isten őket jó létbe, mindenféle kincsekkel, ajándékokkal, áldásokkal halmozza el. Ez volt az ő agyukban a vezetés. Ők nem értették, hogy az Isten sokkal többet tervez velük. Ők népé, Isten népe lesznek, Isten gyermekei lesznek, Isten akaratát fogják teljesíteni. Ez eszükbe se jutott. Hanem azt gondolták, hogy az Isten vezetése arra való, hogy az Isten mindennel halmozza el őket, mindennel lássa el őket, nem ezért van az Isten vezetése? Ezt gondolták ők. És ez, ez a testi szükségekben irányul. Tehát Isten, vezessél engem a gazdagság földjére, vezessél engem a teljes egészség, a prosperitás földjére, és én mindennel bőségesen legyek ellátva, ez az Isten vezetése. Az emberek életébe. És hol van az Úrnak a szüksége? Hol van az Isten szándéka? Hol van az Isten akarat az emberek életébe? Nem, de ez lenne az Isten vezetésének az egyik célja, hogy az ő akarata legyen meg. Nem a mi akaratunk és elképzelésünk. Ezt ők kidobták a sötétbe, és ezért nagy árat fizettek, veszélyes helyzetbe kerültek, és emberek életével, emberek életükkel fizettek azért, azok az emberek az életükkel fizettek, akik megvetették az életükbe az Istennek a. A, a, a vezetését. Úgyhogy szeretném elmondani akkor, összefoglalni itt a végén: tehát Isten minket is vezet, felkent vezetőkön keresztül, Isten felkeni ma is az ő szolgáit, vezetőit, és nem játék, nem játék szórakozni a pásztorokkal, és nem játék, amikor az Isten felkent embereivel, aki játszik vagy szórakozik, és nem veszik komolyan az Úr szavát. Utána jön a felhőszaszt tűzoszlop, Isten ma is használja a gyülekezet életében ezt ezt a fajta vezetést. Ugye a Szentléleknek a munkája ez, hogy a Szentlélek átvette ezt a fajta vezetést, amikor felhőként és tűzként vezet bennünket. Ugye a Szentléleknek van egy ilyen irányítása, amikor a Szentlélek tüze érkezik a gyülekezetbe, az mozdul a gyülekezetbe, mondjatok ámen, amikor a Szentléleknek csodálatos esője, a felhőben mindig eső érkezik a, a a gyülekezetre, és megáztatja és ez a, ez, a, ez a felhő mozdul, és olyan csodálatos, amikor ez, a, ez az áldás, ez az eső árad, és árad, és vezeti az Istennek a népét, ez a mennyi eső, és aztán pedig ott van a tűz, a Szentléleknek a tüze, amely mozdul, és, és szintén vezeti az Istennek a népét. Aztán ott, ott van a manna, amely az Istennek a rémája, kijelentése, ami egy nagyon-nagyon fontos, mert az úrnak vannak profétai, szavai, beszédei, amelyek kijelentést hordoznak és vezetik az embert, és amikor be akarunk menni az ígéret földjére, ennek kulcsfontosságú szerepe van az szövetségi megelevenített igének, amely alászál a mennyből. És ez, ne, ez már nem egy földi manna, ami Izrael népének az életében van, hanem a mennyből alászáló manna, amely Istentől alászál egy gyülekezet, egy hívőnek az életében. És aztán ott van a kürtnek a hangja, ez az ige hirdetés tulajdonképpen, az ige hirdetésbe kell minden hívőnek felismerni az ezüst kürtöknek a hangját, mert van, amikor az ige hirdetés egy olyan kürtölés, amikor indulni kell, vezetés van benne, van, amikor olyan kürtölés, amikor vezetőknek szól, van, amikor olyan hangja van, amikor Izrael népét ünnepre hívja, ünnepelésre, háladásra, örömre hívja, tehát az igényhirdetésben benne van a kürtnek a hangja. Ezért minden hívőnek meg kell ismernie a kürt hangját, amely ismét vezetést ad a, a hívőknek. Ezért, amikor én is prédikálok, akkor nagyon sokszor kürtölök, és kürtölésnek a hangját lehet hallani. Az hirdetés olyan, mint egy kürt, és a kürtnek a hangja. És ezt meg kell értenek, hogy éppen mit kell tenni, és ezért azonnal reagálni kell rá, tehát van egy ilyen része is az ige hogy azonnal reagáljunk rá. Aztán jön a Szentléleknek a kenete, amely rászáll a vezetőkre. Hányan mondtok áment és halleluját azért, hogy Isten ma is hív el. embereket, betölt vezetőket, és egy gyülekezet életébe is betölti a Szentlélek a vezetőket, és az a vezetés, a Szentlélek kenete, amely, amely töri az igát, és vezeti az embereket, és olyan csodálatos, amikor egy szellemmel itatunk meg egy vezetőségben, és a pásztor a vezetőivel együtt tud mozdulni, és leveszik a terhet ezek a vezetők a pásztorról, és akkor az első számú vezető, akinek a legnagyobb felelősség van, akinek a legnagyobb szolgálat van, az sokkal többet tud az úrral törődni, beszélgetni, oda tud figyelni Isten vezetőt. Vezetésére. Ezért nagyon fontos, hogy ezeken is ugyanaz a, a kenet legyen, a kenetnek egy része legyen az Isten népének a vezetőjén, és egységbe tudjuk mozdulni a gyülekezetben, és ne ö, ö, legyenek megosztások az Isten népe között. Tehát az új szövetségi gyülekezet vezetői is egy kenettel itatnak meg, különböző az elhívás, de a kenet, amely átítatja a hívőket, ennek van egy azonos része, amely ugyanaz. Van különbség is, ami egyéni, és van ugyanaz. És aztán pedig látjuk itt a végén a profétai szót, hogy hogyan száll rá a profétálás a vezetőkre, és ezek az emberek azonnal profétálnak. Olyan prédikációt, olyan szolgálatokat mondanak, amely megint segít a gyülekezetben, a vezetésben, az emberek el tudják venni az irányítást és a vezetést az életükben. Látjuk, hogy két ember nem volt a csapatban ott, és mégis rájuk száll ez a profétálás, ez a kenet, Nyilvánvaló, hogy valami, valami jogos indokuk volt, amiért nem mentek el a táborba, nem lázadásból, mert nem hiszem, hogy lád, Isten megáldotta volna ezt a két vezetést, ha lázadt volna, vagy szándékosan nem mentek volna, tehát valószínűleg valami jogos, valami érthető, megérthető indok volt, amiért nem mozdultak el, és nem mentek el Mózeshez a táboron kívülre. De mégis betöltött őket az Istenek, és ők is profétáltak, és Mózes elmondja azt, hogy hogy mennyire boldog, és egyáltalán nem akarja leállítani a profétálást a gyülekezetben, az Istentől való profétálást, hanem örül annak, hogy, és kifejezi, hogy bár mindenki profétálna a Isten népe között, és akkor az Isten még jobban tudná irányítani és vezetni az ő népét, és bátorítani a jóra, az ő akaratára. Szóval bezárom a gondolatot, amit ma kaptam Istentől, amely egy figyelmeztetés, testvérek, nem játék az Úr vezetése ez nem szabadon választható dolog. Mindenkinek a következményeivel számolnia kell. Számolni kell azzal, ha valakit nem vezet az Isten, mert az ilyen ember eltéved, és az ellenségnek a prédájává válik. Számolni kell azzal, hogy ahol Isten viszont elkezdi a vezetést, irányítást különböző módokon, eszközökön és ajándékokon keresztül, az új szövetségi gyülekezetben ne játszunk ezzel, és ne szórakozzunk ezzel. Isten nem fogja sokáig vezetni azt a népet, aki ellenáll, aki lázodizik ellene, amely, amely folyamatosan panaszkodik ellene. Előbb-utóbb betelik a pohár ilyenkor. Isten az ő vezetését megtiszteltetésnek adja, egy hatalmas kegyelem és egy hatalmas kiváltság, ha valakit vezet a Szentlélek, és irányítja őt Isten igéje, a felhő, a tűzoszlap, az új szövetségi módon, vagy a trombita az, az ige meg tudja különböztetni az Úrnak a szavát. Ezért becsüljétek ezt meg, és ne játszon ezzel senki se, ne szórakozzon ezzel senki se, hanem ez egy nagyon komoly emberek életébe. És ezért én nagyon hálás vagyok azért, hogy az élet gyülekezetét Isten vezeti, vezeti a pásztorokat, vezeti a gyülekezet vezetőit, vezet benneteket, ez egy nagy kiváltság, mondjatok álment, ez megbecsülni való dolog, ez nekünk nagyon értékes, élethalál kérdése, és éppen ezért még ezzel ellen nem fogunk zúgolódni, még akkor sem, ha sokszor ez nem könnyű helyen vezet bennünket. Még hogyha nem olyan egyszerű, nem olyan egyszerű az Isten vezetését követni. És nem olyan egyszerű engedelmeskedni neki. De nem fogunk zúgolódni, nem fogunk fellázadni, nem fogjuk az Isten megvetni emiatt, hanem szeretni fogjuk az Urat, hogy felvállalta a felelősséget, hogy az életgyülekezetét irányítja, vezeti, és a te személyes életedről is felelősséget vállal az Isten. És mindaddig, amíg Isten vezet téged, legyél boldog, adjál hálát, mert Isten, amikor téged vezet, akkor ő felelősséget vállal érted, és arra a helyre fog téged elvezetni, ami az ő akarata. És, és Isten védeni fog, meg fog tartani. És ne legyünk zúgolódó emberek. És befejezésként hagy mondjam el, hogy senki se zúgolódjon Isten vezetése ellen. Hogy miért így, miért úgy? Istennek szuverén joga az, hogy olyan eszközt használjon, és olyan módokat használjon, amit ő akar, és szuverén joga az, hogy olyan félek módon vezessen, ahogy ő akar, akkor mondja, hogy induljunk, amikor ő akarja, és akkor mondja, hogy álljunk meg, amikor ő akarja. Ő dönti el, hogy ez éjjel történik, vagy nappal vezet, vagy az álmodba vezet, vagy reggel látomásba vezet, ő dönti ezt el, és ő dönti ezt el, hogy a kürtnek a szavával, az igeidet és szavával hogyan hívja össze az ő népét. És még egy dolgot hagyd mondjak el, hogy Mózes itt, majd olvassátok el, hogy könyörög az egyik embernek a tizen... Azt hiszem, hogy a tizen... Ö, 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 egyedik, vagy a tizedik... a tizedik részben van, bocsánat, a tizedik rész, 29. versben Mózes beszél Hóbábhoz, és azt mondja nekik, hogy maradjon itt velük, ugye ő is egy olyan család volt, egy olyan ember volt, aki csatlakozott Izrael népéhez, és kérte Mózes, hogy maradjon ott velük, és Isten meg fogja őket is áldani. Nagy megtiszteltetés az, amikor Isten bevont téged az ő vezetésébe, irányításába. Lehet, hogy éppen nem voltál ott szorosan ebben, ahol Isten irányítja az ő népét, de amikor Isten meghív téged egy ilyen csapatba, ahol ő vezeti az ő népét, az nagy megtiszteltetés. És, és mondjál igent, amikor Isten az ő vezetésébe bevonja embereket, az egy nagy megtiszteltetés. Legyél egy ilyen ember, te is, ne állj ellene, mint ez az ember. Később remélem, hogy igen, mondott ez az ember az Isten vezetésének, mert nagy megtiszteltetés vezetve lenni. Úgyhogy testvérek, imádkozzunk. Az igélet és címét most már értitek, hogy miért adtam ezt a címet a szolgálatnak. Hogy veszélyes ez a helyzet, veszélyes, veszélyes játszani, veszélyes játék az, aki az Isten vezetésével játszik. Ezért becsüljük ezt meg, és legyünk most hálásak ezért. Az életgyülekezete értékeli, megbecsüli, nagyra tartja Isten vezetését. Bármilyen módon történik ez, bármit használ az Isten, és bármikor és hogyan alkalmazza ezt az Úr az életünkben. És ezzel nem zúgolódunk, nem háborodunk fel hanem nagyra értékeljük. Imádkozzatok velem együtt. Ez nekünk az élet. Úr Jézus, köszönöm neked, hogy ma felmagasztalhattuk azt, hogy milyen nagy dolog az, amikor a te népedet különféle módon vezeted. Nagyon hálás vagyok azért, hogy már csak ebben a néhány igerészben nagyon sokféle módot mutathattam meg az én testvéreimnek abból, hogy hogyan vezetted Izrael népét ott és akkor ebben az időben, Mózesnek az idejében. Köszönöm neked, Uram, hogy a mi időnkben is vezetsz bennünket, és a te szíved nem változott meg, ez egy örökké voló rendtartás, hogy vezetni akarod a te népedet, irányítani akarod a te népedet, és ahol nagy munkát kezdel el, ott mindig megerősödik az Isten vezetése, irányítása, sokféle módon, sokféleképpen szólsz, és irányítod a te népedet, és megtanítasz bennünket arra, hogy felismerjük a vezetést ezekben a módokban. Uram, Remélem, hogy jól trombitáltam a mai napon. Remélem, hogy a mai tanítás vagy a szolgálat egy jó trombitálás volt, és felismerik az én testvéreim, hogy mit kell tenniük ezen az alkalommal. De köszönöm neked, Uram, hogy egy vezetett nép vagyunk, és mi ezzel nem fogunk lázadni, és én kimondom, hogy az élet gyülekezete, és mindazok, akik hallgatnak bennünket, és velünk élnek, jönnek, és élnek, és, és, szeretik azt a vezetést, amelyben bennünket részesítettél. Mi ezt nem megvetjük, hanem nagy kincsnek tartjuk, és értéknek tartjuk. Maradj közöttünk, és köszönjük, Urunk, hogy vezetsz minket, és nagyon hálásak vagyunk, hogy felvállaltad a felelősséget az életgyülekezetéért, és köszönöm, Uram, hogy a te vezetésed nagyon értékes a számunkra. Áldott vagy te, úr, Urunk, és hatalmas Isten vagy, és éppen ezért fogadd el a hálánkat, a dicséretünket és a felmagasztalásunkat, hogy az élegyülekezetet és az élegyülekezet tagjai te kívánod vezetni, irányítani sokféleképpen. És mindenki csatlakozzon ehhez, aki csak vágyik egy ilyen nép között lenni. A Jézus nevében. Amen. Kedves barátaim, testvéreim, az a vezetés, most legközelebb, hogy vasárnap találkozunk egy fantasztikus úrocsonán, ahol Istenen megerősítjük a kapcsolatunkat, és átvesszük azt a kegyelmet, átvesszük azt az Isteni javadalmazást, amelyre szükségünk van a következő szakaszban, hogy menjünk sikeresen és áldottan tovább Isten népeként. És valami gyönyörű épül az életgyülekezetében, valami csodálatosat cselekszik az úr, legyél ennek része, fogadd meg az elhívást és a meghívást, legyél itt, maradj itt, legyél te is ennek része, Isten áldjon meg a viszont Látásra és a viszontlátásra